Tavaly 128.400 lakóingatlan cserélt tulajdonost az országban, körülbelül 5%-kal kevesebb az előző évinél. Az elmaradás azonban nem a gyenge piac jele, hanem az új építésű ágazat fellendülésével magyarázható. Az adatok szerint 2016-ban a március és az április volt a legerősebb hónap. Mindkettőben meghaladta a 12.000-et a becsült adásvételek száma, de februárban, májusban és júniusban is 11.000-nél több ingatlan cserélt gazdát. Júliusban, illetve októberben és novemberben is 10.000 alá csökkent a tranzakciók száma. A szakemberek szerint az ingatlan piac szempontjából 2017 az áttörés éve lehet, ugyanis több ezer új építésű lakás kerül majd a piacra, de az új lakások száma eltörpül a valós igényekhez képest. Az elemzések szerint az új és a használt lakások ára is 2015-ben kezdtek el először emelkedni. Ez a drágulás 2016 első négy hónapjában is folytatódott. Nyár közepén a folyamat lelassult, majd a lakásárak év végén ismét emelkedtek. Nyíregyházán is egyre több az építkezés, a vásárlási igény nagy, ezt mi sem bizonyítja hitelesebben, mint hogy a frissen felhúzott ingatlanok szinte már a tervezőasztalon elkelnek. A társasházi lakások népszerűségének oka elsősorban a CSOK nyújtotta kedvezmények, valamint az, hogy sokan szeretnék lecserélni a már meglévő panellakásukat. Egy új építésű, gázos, társasházi lakás pedig minőségi előrelépés jelenthet a vásárló számára, de mégsem kerül annyiba, mint egy új építésű családi ház. A használt ingatlan piacon a legnépszerűbb lakások még mindig a 60 négyzetméteres nappal is amerikai konyhás, egy-két szobás ingatlanok. Ezeknek az ára még mindig messze van a fővárosi vagy a nyugat-magyarországi áraktól, de jellemzően 300.000 forint per négyzetméter körül vásárolhatók meg. Ez természetesen csak irányár, hiszen az ingatlanok az elhelyezkedés és a minőség függvényében akár 350.000 forintba is kerülhetnek négyzetméterenként. Aki családi házra vágyik, számára is bőségesen kínál választékot a piac, sőt sok új családi ház is épül, kifejezetten a CSOK-ra optimalizálva.